Hi guys! Sziasztok! Ebben a videóban egy másik kicsapó fogok megjavítani. Vagyis hát visszarakni a helyére, mert szétesett. In this video I'm going to fix another choke line because it's fall apart. So this one is a Japanese one, Yopan Kichapu. If I know well, I'll tell you what to do. Once I dropped it. It was attached to my belt, this thing. And I don't know how, but it removed from the belt and then it fell down. And this one is broken. But still usable. So, így volt rögzítve az övemhez, és valahogy mégis leesett, és ez a rész itt letört, de még használható. Problem is with this one, it doesn't has a hook or something to attach to the harvest or a belt. So you have to keep in a pocket. Otherwise, ez a kicsapóval, hogy nincsen akasztó része, amivel rá lehet rakni a szöktáskára, az övre, vagy a heveder. Ez volt van súlya. It's full of paint, I think so. Tehát ilyen festékkel szerintem. It should be soft, but it's hard now. Kemény most, de uvannak kell lennie ennek a műanyagnak. It's gonna be difficult to put a straight through in this one. Nehéz ezt keresztül tudni a zsinót azon. If it's gonna be strapped, the string, I mean, then you are lucky if it's strapped outside and it doesn't pull the whole of the string. Szerencsésre akkor nem húzza be a szakítás után egész zsinót, mert akkor szenteti szét az ember. Nem is tudom, hány méteres volt ez? 5 méter? I don't remember how long was it. Maybe 5 meter. Now it's reduced to 2 or less. És most lecsökkent 2 méter, vagy kevesebbre is. I'm wondering about to put something. I found this stuff. I thought it's a router. The access is blocked. A járat blokkol van. Got it. Back one. Good. Yeah. Maybe I should keep this one in a bag at work. And if I get the same situation, then I can fix it. Lehet, hogy ezt a drótot tudtad meg kell tartani a táskával munkába. Hogyha ilyen szituációba kerüljük, akkor meg tudjam oldani. Just put this one back on the other side. Here is a spinner, so you can spin
bring the thing back. And be careful because... because this is almost going again, and I have to do the same method again. It's not a good idea. Stopped here. That's cool. So I got it. I'm you. Rossz a helyzetben beszívja az egészet, behúzni, aztán kezdhetjük újra az elejétől. Just a bit dirty. Most koszos volt. Aztán hát, hogy az bírtam akart. Another thing, I lost this part. It was a good stuff. It has two clap on the end, and not one like another chalk line, the longer one. So I'm going to put another stuff here. I usually use this one for a boarding the roof, the board, and cut it with a circular saw. So I szoktam használni a lapozáshoz, akkor tetőt lapozzuk, kijelölöm, ahol el kell vágni, és akkor utána pedig elvágom a külső része lapot. És ez esetben, mivel elhagytam a végét, amely tök jó volt a vége, kettő kampó volt rajta, és jobban fogott, mint a másik, amelyiknek csak egy van. És akkor rá egy másik szerkezetet. I'm planning to change the clap on the end of the string, mert tervezem cserélni a végét. Mert sometimes it's not enough to put the clap, or I cannot put the clap on the top of the board. Nem tudom rárakni a kampót a tetejére. Sometimes I have to nail it. Valamikor szögelnem kell, és akkor azért lenne jó a cserélhető fej lehetőség. I'm going to use Paslov nail because we use a lot, so I can replace it. Any situation, and I get some stuff like this. It's a little K ring holder, and I'm going to use a string as well to fix the nails to this one. So because I'm going to make two kind of pin, the clap or something like, what is it, on the end of the string. We'll get to white that for Gianni Edbel, és Paslov szöget fog használni, mert ezt a cseréjét, mert ezt használjuk, és van ilyen pár ilyen kicsi kulcstartom, meg zsinórom. Ebből összehalkodok valamit. Az a terv, hogy lesz egy szöges rész, és nem csak egy szög van, hogy bele tudok ütni a fába, hanem a másik meg egy kampós lesz, amit két szögből fog csinálni, terv szerint. So one of them, it's gonna be like this, with a string, tie with a string, and another one, it's double nail, and it's gonna be banded, and it's gonna be the clap one. I'm offering this one because it's a soft one and maybe it won't last so long. The pin, what is it on the end of the string? Chalk line.
végén a kicsapócsinon. Azt úgy szoktuk befűzni a sinóral, hogy először csinálunk egy ilyet, félbe hagyjuk. So, you bend the string in like this, and put across the hole, through the hole, keresztül rakjuk a sinóron. Hold this part, tartsuk ezt a részt, nem megy el, és át rakjuk az egészen, and put it as above the thing, and then it will be on the other side, és a másik oldalon lesz, és így megkötődik. This one is too far. I would like to do this. Csak most túl messze van, és akkor ezt az hogy itt legyen. Let's see. I pull this part. And it's the string I mean. And then it automatically pull the nails close to the stuff, the K-ring. Szóval húztam ezt a zsinót, és közel húztam ahhoz, és most a másik oldalát a zsinónak húzom majd, és akkor remélhetőleg vissza fog húzni. And I hope if I'm going to pull another side of the string, it's gonna be okay. And it seems like that. Yeah. Alright, it should be okay. Just in case, I'm going to note again. De biztonság kedvéért megkötöm még egyszer. Ez sima csomó, itt a szín felett. I'm going to use this string on this one with the same technique what we usually use. Csak lány. Szóval rakom a ennek a végére, és az a technikával, amivel szoktuk a csapózsinort a kampuját rakni. First először megpróbálom meghatározni, hol húzza vissza, hogy ne legyen, ne legyen itt a vége, ne legyen kijebb a cucc. És akkor azért kijebb húzom, hogy biztosan a tövő visszahúzza. So first I'm going to pull the string out, so it's gonna be it won't the pin in this situation, the string not gonna be hanging away from the choke line, so it's gonna be close to it at the root. So here we are, and I put it so I put the string into the ring, and now I'm going to put and back to the ring, what should I say? So átugtam a karikán cuccos, és most mögé rakom a sinót. And that's it. I'm going to use a special cable tie. Aztán fogok egy különleges gyors kötegelőt, vagy kábel kötegelőt. Egy kis nyelv a végén, ami vissza lehet engedni a kötegelőt. Hogyha legyomjuk, akkor lehet változtatni. Így nem enged, de csak menjünk, akkor enged szó.
So if I'm going to push down this tongue, then it's able to pull it back. So yeah, it would be great if the scaffolders could use this one instead of the simple one, because they use a lot of this one to fix the net on the handrail, and they waste a lot of this and produce a lot of plastic shape. Szóval jó lenne, hogy az állam se tudnának ilyet használni a másik helyet és újra használni, mert általában csak egyszer használják és csak szemét. És van ráadásul műanyag, ami nem éppen kedvező a mostani helyzetben. So I'm going to put this one here. So if there any problem, then I can open it. I mean this one first, that's the cable tie, and then the stuff, and put this one back because it's able to remove. Ez a kábel kötegő, ez olyan, mint ahogy mondtam, hogy össze lehet engedni, ezért nem kell mindig újat ráraknom. Újra tudom használni. I'm going to glue this one with a super glue. Meg fog ragasztani ezt a részt, ez a pillanatragasztóval. Let's make a clip. Maybe I have to put this stuff through on it, stuck in here, and then bend the end, and that's it. I found this one, this cork, but I'm afraid it's too big. So I'll get a shake. Van anyagot, és ezt a parafadugót találtam, amivel rakhatom a kettő szöget, és ennek elhajlítatom kampóként a végét, csak ez lehet túl nagy, bár ha vág belül, akkor jó lenne, csak attól tartok, hogy utána szétmegy. I'm wondering if I cut to make it flat. Maybe it should be okay, but I'm afraid it's gonna be fall apart. I think I'm going to put the nail through it. To put the string and then put it down. Azon gondolkodom, most lehet, hogy körülbelül zsinót, aztán megkötöm, és utána nyomom le tovább. But the problem is, if it's gonna be strapped, then how when I'm going to put on nail again. I will find out something else. Okay. Azon gondolkoztam, hogy most ez elszakad, akkor én hogy fogom visszarakni a szögre vissza? De akkor majd valami más megoldást kell csinálnom. I'm going to cut the side because it's too fat. Just a bit. It's not a cork wood, but I'm part of the valami szivacsos másolat. It's not a cork wood, it's a
from copy, something like that. I'm going to bend the nails now. The board, it's wide like this. This desk, so I'm going to use this as a measure. Maybe I should use the aluminium one instead of the iron. The iron one is good for this one, because when I use this trick on the end of the string, I put the nail to string and I use it for nail down it. So the iron one is better than the aluminium one. In this case, the bandit is seems not the best. Maybe it's going to break. Yeah, that's it. Az alumínium az szépen lehet hajlítgatni, mint a vasat. But I give a chance for this one. Tehát én adok egy esélyt ennek. It should be fine. It's enough. Most of the time, I'm going to need to use this. Hopefully this will be okay. Back to somebody else from last night. Now check out cherry and go check. That's it then. És kicserélem erre. És akkor veszek rá. Remélem. Maybe I told you. I'm going to use most of the time and if I have to change it, then just easily remove this thing, put another on it. And I hope it's gonna be fast as I imagine it. Remélem olyan gyors lesz, ahogy el is képzeltem a csere. Thanks for watching. Köszönöm, hogy végignézted.